teltház van a Kótai házi orvosi rendelő várójában. Az időjárás nem éppen a januárt idézi, túl vagyunk a sok találkozással járó ünnepi időszakon, talán ezek is közrejátszanak abban, hogy sokan várnak vizsgálatra. Mindenféle eredetű felső légúti, illetve néhány alsó légúti fertőzés a legjellemzőbb, amivel most jönnek. Ugye az ünnepi időszakban sokan látogatták össze-vissza a családokat, barátokat, jöttek össze a nagyobb társaságok szilveszterkor, tehát hiába szünet van az iskolában, óvodában, közösségekben a gyerekek nem találkoznak, de egyéb helyeken találkoznak egymással, és át tudják adni a fertőzéseket. Nyilván nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is egymásnak. Úgyhogy ennek megfelelően, ami ilyenkor így szezonálisan szóba jöhet, ilyen felső légúti kórokozó, abból gyakorlatilag mindenfélével találkozunk. Vannak COVID-fertőzötteink, vannak influenzás megbetegedések, illetve egyéb influenza-szerű vírusok okozta megbetegedések, RSV-fertőzés, de azért néhány bakteriális elég csúnya garatgyulladás, orrmelléküreggyulladás, sőt néhány tüdőgyulladás is előfordul. Amennyiben a kezdeti enyhébb tünetek súlyosabbá válnak, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Valójában gyerekeket, felnőtteket is érintenek, és azért felnőttek között is találkoztunk elég súlyos fertőzésekkel, volt olyan is, akit kórházba is kellett küldeni. Úgyhogy alapvetően, ugye, amíg csak enyhe tünetek vannak, egy egyszerű torokkaparás, vízszerű orrfolyás, egy kis levertség, hőemelkedés, addig valójában a tüneti terápián kívül ezek különösebb teendőt nem igényelnek, nyilván közösségben nem menjenek, hogy ne szórják szét a fertőzést, viszont hogyha súlyosabb tünetek vannak, magas láz, nagyfokú levertség, erős izomfájdalom, nagyon erős, főleg hurutos köhögés, akkor azért mindenképpen érdemes felkeresni a házi orvost azért, hogy eldöntsék, hogy mi is a megfelelő kezelés erre. A házi orvos a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett felhívta a figyelmet a higiéni szabályok fontosságára, valamint elmondta, hogy az immunrendszer megerősítése is fontos a téli időszakban. Ajánlott a testmozgás és a vitaminok, főként a D-vitamin fogyasztása.